Szeretem a délutáni órákat, amikor Isten igéjével foglalkozhatunk, beszélgethetünk róla, és természetesen ez azt jelenti, hogy lehet, hogy sok kérdést fogok feltenni, és közben megvárni a válaszotokat, és utána Isten igéjén keresztül talán a leghatásosabb felületet megtalálni ezekre a kérdésekre. Ilyen kérdés például az is, amikor Jézus első eljövetele után megkezdte tanítói szolgálatát, megkérdezték tőle a Lukács evangéliumából olvasható 17. fejezetben a 20. verstől azt olvassuk, hogy megkérdeztetve pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, felelően nékik mondta, Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, hogy én imé itt van, vagy amott van, mert az Isten országa ti bennetek van. Meglehetősen Jézus korában eléggé furcsa mentalitások alakultak ki, és ez abból adódott, hogy a papok sokszor a saját maguk igazságait vagy elméleteit közölték az emberekkel, de nem Isten igéjét adták közre, pedig hát itt a farizeusok kérdezik meg, és a farizeus szó azt tudjuk nagyon jó pejoratív értelmet nyert, mert az ilyen képmutató álnok emberrel hát jellemezhető a mai gondolkodásban, de a farizeus az írástudó volt. És tudjuk nagyon jól a szombatiskolából is, hogy például Pál apostol erre hivatkozik, hogy én farizeus voltam. Tehát ő egy rendkívül, és Gamáliel lábainál tanult, ami rendkívüli képességeket hozott felszínre benne, olyan emberektől tanulni, akik nagyon mélyen az ige mellett voltak elkötelezve, és az igének mindennapos olvasói voltak, hiszen egy farizeusnak naponként kellett az írásokat hát olvasnia. Mégis az emberek életében ott élt ez a kérdés, hogy mikor jöjj el az Isten országa, és Jézus ezt a tévhitet próbálja lerombolni. Isten országa ti bennetek van. Mert mitől ország egy ország? Talán a gyönyörű szép tájaktól, a hegyektől, vagy éppen a tavaktól, vagy a folyóvizektől, vagy a szép épületektől ország egy ország? Mitől szép egy ország? Hát az emberektől, nem? És Jézus rávilágít Isten országa a lényegére, hogy mi is a lényeg, tehát hogy az emberekben helyreáll az a isteni teremtési csoda, amikor Isten az ő képmására és hasonlatosságára teremtette meg az ember. Így tehát olvassuk tovább ezt a gondolatot, mondta pedig a tanítványoknak, hogy eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az Isten fiának napjai közül. Kívántok látni egyet az Isten fiának napjai közül, mondja Jézus. Vajon mi hát keltette fel az érdeklődést, mit szerettek volna látni a tanítványok? Igen, hogy itt a király, aki két halból, meg öt árpa kenyérből 5000 embert megvendégel, és még 12 kosárral összegyűjtik a maradékot, és tulajdonképpen kit láttak és kit szemléltek? Egy királyt. És ezt tanították a farizeusok is, hogy majd eljön a király, és akkor majd az rendbe teszi, elűzi a rómaiakat,
mindent helyre pakol, és mi tulajdonképpen, mint Izrael nemzetsége, uralni fogjuk az egész világot. Hát ez ma is mondjuk működik Izrael népe életében, mármint a testi Izrael népe életében, legalábbis az egyik részében, mert az is ketté van szakadva, de tulajdonképpen mire összpontosítottak? Még a tanítványok is. Miért ment oda Zebedeus fiak anyja Jézushoz? Igen. Az egyik a jobb kezed felől, a másik a bal. Minél közelebb a királyhoz, mert közel a tűzhöz. Ugye, aki a tűzhöz közel van, az hamarabb melegszik. Igen. És azt is olvassuk, hogy de nem láttok egyet sem. Látni kívánták azokat a csodákat is, amelyeket Jézus alámerítkezése után kijöv a Jordánból, végzett 3,5 éven keresztül. És mik voltak ezek a csodák? Mit mondott a követnek, akit keresztelő János a börtönből elküldött, hogy te vagy a Krisztus, vagyis a felkent, a messiás, vagy mást várjunk? És mit mondott Jézus? Idézze Ézsaiás proféta könyvét. Igen. A vakok látnak, a sánták járnak, a hirdetetik az evangélium a szegényeknek. Igen. Tehát ezt a betegek meggyógyulnak, természetesen ezt látták volna továbbra is, de úgy néz ki, hogy Jézus földi létének a vége felé ezek a dolgok valahogy kezdtek úgy alább hagyni. És mindenféleképpen feltört az a téves szokás, hogy ez nem is a messiás. Kiknek a gondolata volt ez, vagy kik próbálták a nép körében is elhitetni? Hát igen, azoknak, akiknek fel kellett volna ismerniük. Miért? Mert féltették a pozíció, a hatalmat. Féltették az állásukat, féltették a befolyásukat, amiket a népre gyakoroltak. Szóval ez egy félelmetes dolog, amit itt olvashatunk, és mondta, imé ott van, vagy imé itt van, de ne menjetek és ne kövessétek, mert amiképpen a felvillanó villámlás az ég egyik tájától az ég másik aljáig fénylik, úgy lesz az ember fiának, és eljövetel az ő napjaiban. Mi ezt hasonlítja tulajdonképpen Jézus az ő megjelenését? A villámláshoz. A fényhez. A fény, a villámlás, ugye ez egy szimbolikus dolog, ugye Évike, de a fény az igazi, és naptámadt a magasból, írják a proféták is, mikor Jézus bejön ebbe a világba, vagy az igazi világosság eljött volt már a világban, mondja János, a szeretett tanítvány, de a sötétség nem fogadta be. Mert az emberek jobban szerettek a sötétségben élni, mint hogy a világosságra menni. Hogy nehogy megláthassék az ő életük, az ő viselkedésük. Tehát a világosság az mindig Isten jelenlétét hordozza, vagy jelenti, a sötétség pedig mindig a bűn világát. És egyre másra terjed a sötétség a mi világunkba, olyannyira, hogy még a tudományt is áthatja, az úgynevezett sötét lyukaknak a tanulmányozása és a kutatása, és azt mondják, hogy hatalmas energia van a sötétségben. És ezt kutatják most, hogy képes elnyerni még a fényt is. Hát, hogy ez bekövetkezik-e, nem hiszem, legalábbis a szó pejoratív értelmében, hogy az Istentől jövő fényt a bűn világa el fogja nyelni. Nem nyeli el. Jézus megmondta volna előre, úgy fénylék a ti
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Háromszor említi meg itt az evangélista Lukács az ember fiának a napjait. Tehát ahhoz, hogy látni kívántok egyet, nem lesz, a felvillanyó fényt is, de említi itt a Lót napjait és a Noé napjait is. Az pedig tulajdonképpen mivel van kapcsolatban a Lót napja és a Noé napjai? Az ítélettel. Nem? Isten ítéletet gyakorolt Noé napjaiban. Ki felett? Az egész világ felett. Hányan menekültek meg? Mindössze 8-an, legalábbis Noé-re való tekintettel még 7 ember. De az ítélet ténye az egy nagyon furcsa dolog, amikor erről hallanak az emberek az ítélkezésről, akkor rögtön szeretnék valahogy ezt a fülüket bedugni és nem is hallani róla. Vajon miért? Mert az emberek jobban szeretik, mondja Jézus, a sötétséget, a bűnvilágát. És sajnálatos módon ez kialakult a mai társadalomban is. Bár azt mondják az emberek, hogy én nem lopok, nem csalok, nem paráználkodok, és mi bűnöm van nekem. De hát ugye a bűn az ilyen egyszerűen nem írható le, és aki a törvényt megpróbálja betű szerint megtartani, az átok alatt. Mert a törvény taposókért van, de Isten gyermekei nincsenek a törvény alatt, hanem egy másik törvény alatt, amit olvasunk a Római Levél 8. fejezetében, de a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert a törvény az nem tud megszabadítani bennünket, ha csak megmondja. Felkelti a lelkiismeretet az emberben. De ezt megszabadítani egyedül csak Isten tud. Ezért nevezik őt Jehósuának, héberül, azaz magyarra fordítva, szabadítónak, vagy felkentnek mesiásnak, ugye, aki megszabadítja majd az ő népét annak bűneiből. Tehát tulajdonképpen a 30. vers arról beszél, hogy ezenképpen lesz azon a napon, amelynek az embernek fia, azon a napon, amelynek az embernek fia megjelenik. És akkor elmondja azt, hogy valaki igyekszik a 33. versben az ő életét megtartani, elveszíti azt. Valaki pedig elveszíti, megeleveníti azt. Hát ez egy nagyon furcsa kifejezés. Ki az az ember, aki szeretné az ő életét elveszíteni? Milyen embernek nevezzük azt, aki az ő életét elveszíti? Öngyilkosnak, nem? Ne, látom, hogy nagyon nehezen akarjátok kimondani. De vajon Jézus miről beszél? Az nem csak az öngyilkosság általában ez egy szörnyű büntet, az ember saját maga ellen fordul, mert vannak emberek, akik nem bírják elviselni a rájuk nehezedő nyomást, és inkább azt mondják, hogy a halált választom, mint az életet. De itt Jézus tulajdonképpen arról az életről beszél, amit az anyamében a két sejt találkozásakor már elindul. Egy új élet keletkezik. És ezt az életet te kaptad, én kaptam, ezzel te rendelkezel, én rendelkezek. De aki elveszi ezt az életet, én érettem, vagy másik helyen olvasok, és az evangéliumét, az az Istennek a jó híréért, vagy szabadító hatalmáért, az egy másik életet talál. Nem majd, ha Jézus eljön, hanem már itt, ezen a földön. És ez az életet, ezt hogy nevezzük? Hogy nevezzük ezt az életet, amit
az életünk elvesztésekor nektek, hiszen az alámerítkezés keresztsége vagy szentsége egy halál és egy feltámadás. Nem? Hát ahogy nem tudjátok, én mondja Pál a római levélben, hogy akik alámerítkeztünk, azok Jézus halálában és feltámadásában részesültünk. Tehát egy új élet. Melyik ez az új élet? A Krisztusban leledző élet, vagyis az örök élet, amelynek csak kezdete van, de vége nincs. Persze ez is igényli a hitet. Ugye? De nagyon sok ember néha még azt is mondja, hogy én hiszek, de hát nem úgy, mint Zorán a Mézes Kalács házban is itt, még meg is énekelte. Nem ilyen hitről van szó. A hit a remélet dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződése, ahogy Pál apostol ezt a zsidókhoz itt levélben leírja. Tehát érzékelnünk kell, hogy itt Jézus tulajdonképpen egy olyan élet elvesztéséről beszél, amely a földi életről szól, ami atyáinktól örökölt, hiába való életről, ahogy ezt Pál is mondja. De az alámerítkezés szentségében részesülő egyén, az az egyik pillanatban meghal, szimbolikusan természetesen, a másik pillanatban pedig új életre támad fel. És nagyon érdekes, ami ezután jön. Szenzációs. Mert mindig két emberről beszél. És tudjátok, amikor annak ellenére, hogy 7,5 milliárd ember él ma a Földön, mégis amikor Jézus eljön, mutatom, csak ennyi ember lesz. Mennyit mutatok? Kettő. Csak kettő. Mégpedig az egyik? Az egyik a jó, másik a rossz. Az egyik, aki elkárhozik, elpusztul, megsemmisül, a másik pedig, aki értek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Tehát az egyik a mennyekben emelkedik fel, átváltozva természetesen, még a Föld porában élők is egy új testben támadnak fel, tehát ezzel a testtel ne akarjon senki se a mennybe jutni, mert ez lehetetlenség. Új testre és új lélekre van szükség. De hogy jön létre az új lélek? Isten nem kókler. Isten mindig belülről kezdi az újjáteremtést. Lelkileg akar téged és engem újjáteremteni, hogy aztán új testet is adjon. Mert ha előbb az új testet adnám, mit csinálnánk a régi lélekkel az új testtel? Tönkretennénk azt is. Ezért Jézus erről beszél tulajdonképpen, hogy aki pedig elveszíti az ő életét, az megeleveníti azt. Tehát megújítja. Új lélek, új testnek lesz majd a hordozója. Ugye? És azt mondja itt akkor ezekben a gondolatokban, példázatokban, mondom pedig néktek, hogy azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Mire való az ágy? Hát a pihenésre, nem? A pihenésre. Ha ketten lesznek egy ágyban, tulajdonképpen kikről van szó? Egy házaspárról például, egy férfiről, meg egy nőről. De az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Aztán két asszony őrül a malomban. Az egyik felvétetik, ez a munkaterület tulajdonképpen, egy az élet legalapvető szükségleteit előállító hely a malom, nem? Hiszen a gabonát meg kell őrölni ahhoz, hogy hozzájussunk az élet legalapvetőbb szükségletéhez, a kenyérhez. Aztán ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik elhagyatik.
És van egy 37. versben egy iszonyatosan rossz kérdés a tanítványoktól, akiknek beszél Jézus erről a rendkívüli eseményről. Hol, Uram? Mit kellett volna kérdezni? Hogy mikor történnek meg ezek? De figyeljük meg, hogy az emberi elme mennyire megfertőzött, és mennyire nehezen akar megérteni dolgokat. Tehát nem azt kellett volna kérdezni, hogy hol, Uram, hanem mikor. És figyeljétek meg Jézus erre a hol, Uramra, mit válaszol. Mondta pedig nékik, ahol a test, oda gyűlnek a saskesejük. Nagyon érdekes, mert több helyen is ír erről tulajdonképpen az ige, nem csak a Lukács evangéliumában, hanem a Máté evangéliuma 24. fejezetében is olvasunk erről, a 40. versben, tehát a Máté evangéliuma 24. fejezet 40. versében így hangzik ez a gondolat. Érdekes, hogy ott azt mondja, az ágyat nem említi, a 45. verstől olvasom, akkor ketten lesznek a mező. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Igen. És említi azt, hogy azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem tudjátok, abban jöjjel az embernek fia. Ezt egy kicsit most nem akarom bonyolítani, csak itt a lényeg az, hogy mind a két esetben arról van szó, hogy az egyik az megmenekül, a másik pedig tulajdonképpen megsemmisül, vagyis elpusztul. És nagyon érdekes az, amit itt elmond Jézus még ezzel kapcsolatosan, hogy ahogy említi, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a saskesejük. Vajon a saskesejük azok mire teremtettek? Az elhult, elpusztult állatokat eltakarítani. Tehát ezért nevezik őket dögevőnek. A Szentírás mindössze háromszor említi, kétszer itt az evangéliumokban, Lukásnál és Máténál is, de Jobbnál is említi, hogy a te rendeléseidre száll fel a sas. Ezek tulajdonképpen eltakarítják a megsemmisült tetemeket. Ahol a dög, oda gyűlnek. És egy kicsit hát finomabban fogalmaz Lukács, ő a pogányoknak írta az evangéliumot, Máté ugye a zsidóknak, és Lukács azt mondja, ahol a test. De a test tulajdonképpen itt tulajdonképpen ugyanazt a megholt állapotot jelenti, mint a dög. Eszembe jut az én unokaöcsém, aki mellettünk, mivel temető mellett laktunk, az anyjával ott sétálgatott a temetőbe, és akkor azt mondja, mert sejpített, és úgy furcsán beszélt, és mondta azt, hogy anya, de sok megdög van itt. Ugye mindig azt hallotta, hogy megdög. Tehát az ember is tulajdonképpen elpusztul. Dögé válik, vagyis sas tetemé válik. De azt is mondja Jézus ugye, és ez a lényeg, hogy az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. A mező, a malom és az ágy. Három ilyen területet említ Jézus. Mind a kettő egy lényeges, fontos emberi tevékenységgel és kapcsolatban van összefüggésben. Az eredeti görög szövegben ez a
felvétetik szó a paralembána sztájjal van fordítva. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelent ma, a 21. században ez a fogalom, hogy felvétetik? Kire illik rá ez, hogy felvétetik? Hát egy munkavállalóra például. Például egy munkavállalóra. Nagyon jó. Aztán? Egy egyetemi felvételre felvétetik. De vajon erről van ez szó? Én utána néztem, több fordítást is megvizsgáltam ezek kapcsán, és nagyon érdekes dolgot találtam, több kifejezés is helyettesíti ezt a szót. Akkor természetesen ezeket a kifejezéseket még nem hiszem, hogy nagyon értették, de ez a paralembánató, a lambánató azt jelenti, hogy magához véteti. Azt jelenti, hogy elfogadtatik. Azt jelenti, hogy védelmébe vesz valaki. És a legérdekesebb és a legfrappánsabb kifejezés, hogy közösségébe von valaki. Na most ki az, akit magunkhoz veszünk? Akivel közösséget vállalunk. Akit elfogadunk, akit védelmünkbe veszünk. Ki az? Hát az egy nagyon illusztris személy, nem? És Jézus pont erről beszél, hogy ez történik meg azzal a személlyel, még mielőtt ő eljön, hogy magához veszi azt, hogy elfogadja, hogy védelmébe vesz, és közösségébe fogadja őt. És mit mond, az egyik felvétetik, a másik otthagyatikra, majd ezt az otthagyatik szót is nézzük, az tulajdonképpen a halált jelenti, a megsemmisülést, és ezzel kapcsolatosan is egy másik szót említ a görög szöveg, az aphetestai említi, az elhagyatik szó kapcsán, és ez azt jelenti ezekben a fordításokban, hogy valakit elhagyni, valakit hátrahagyni, valakiről lemondani, valakit figyelmen kívül hagyni. Nagyon érdekes, amikor fiatalabb voltam, és sétáltunk a feleségemmel, és én nekem ugye hosszabb a lábom, és nagyobbakat lépek, és azt mondja, hogy ne hagyjál már el, tartsál velem lépést. Mert ő úgy érezte, hogy én mindig előrébb megyek. De hát egy házassági kapcsolatban az a jó, hogyha egyszerre lépünk, és együtt teszünk dolgokat. Azt is jelenti tulajdonképpen, hogy lemondani valakiről. Kiről mondják azt, hogy na én erről már lemondok, erről a személyről? Ki szokta mondani? Egy halálos betegről. Egy halálos betegről? Az orvos mondja ki a betegről. Én azt mondom, hogy uram, én már nem tudok magán segíteni, lemondok róla. És ezeket jegyezzük meg, nagyon fontos csak ezek a dolgok, hiszen Jézus pont erről beszél, hogy arról lemond arról a szeméről. Hátrahagyja azt a szemét. De a legfélelmetesebb dolog az, amit a negyedik fogalom jelent, figyelmen kívül hagyni. Vajon ez akkor fog megtörténni, amikor Jézus eljön? Jóval előtte. Mert előtte van az úgynevezett vizsgálati ítélet, amelyben minden embernek oda kell állnia Isten ítélő széke elé. Ebben kapcsolatosan kialakult egy hamis keresztény tanítás.
hogy amikor valaki meghal, akkor feljut a mennybe, és odáll az Isten ítélőszéke elé. Tulajdonképpen ezt az elvet az asszíroktól vettük át, az asszír-babiloni kultúrából vettük át, és volt egy úgynevezett közbülső állomás, a Tartarusz. És hogyha valaki tulajdonképpen nem került fel az Isten közelébe, akkor az bekerült a Tartaruszba, ez volt a tisztító tűz. És ott a tisztító tűzbe ugye az ördögök kavarták ott a kondérba, és gyújtották alá a tüzet, és megtisztult. És erre ugye a katolikus egyház is kitalálta azt a megoldást, hogy mise áldozatot kell érte bemutatni. Hát, Jézus azt mondja, szintén a Lukács evangéliumában, amikor a gazdagról és Lázárról elmondja ezt a történetet, ez egy kétcsúcsú példázat, és elmondja azt, hogy nagy itt a közbevetés, és az egyik nem mehet át az egyik helyről a másik helyre. De Uram, küld el Lázárt, hogy emlékeztesse az én termém, még van 4 testvérem, hogy nehogy ide jussanak. És azt mondja Jézus, hogy a halál az lezár dolgokat. A halál után nincs megtisztulás. A halál előtt kell történni valaminek. És ezért jött Jézus Krisztus, hogy megszabadítsa azokat, akik a halál fogságában vergődnek, mert Isten úgy tekint erre a világra, mint a halálban lévőkre. Ezért mondja, hogy kelj fel és ne aludj. Kelj fel a halálból, és feltámad néked a Krisztus. Tehát minden ember a halálban van, akit Krisztus elhagyott, akit Krisztus hátrahagyott, vagy lemondott róla, vagy figyelmen kívül hagyja. De az életben van, és ez az az élet, amiről beszélt Jézus, ugye, hogy aki elveszíti az ő életét, én életem és az evangéliumét, az megtalálja az örök életet, azt magamhoz veszem, azt elfogadom, azt védelmembe veszem, és azzal közösséget vállalok. Ezért nagyon fontos dolog, hogy a Szentírást újra és újra tanulmányozzuk és kutassuk. És megértsük a mélységeit. Mert tulajdonképpen itt van az idő, és itt van a megoldás is a számunkra, amíg élünk. Ha meghaltunk, lezárult az életünk. És nem változtathatunk rajta, csak addig, ameddig élünk. Nagyon érdekes, hogy ez a két szó, ez a paralambán sztály és ez az aféte sztály, ez milyen ige időben van, és milyen módban van, nagyon érdekes, és passzívumban vagy aktívumban van-e a cselekmény. Ne haragudjatok, nem nyelvtani előadást akarok tartani nektek, de ez tulajdonképpen indikatívusban található meg az eredeti görög szövegben, az azt jelenti, hogy kijelentő mód. Tehát Isten kijelenti, hogy az ő eljövetel előtt ilyen lesz az emberek állapota. Kétféle ember lesz. Akit Isten magához vesz, vagy akit Isten elvet magától. Vagy akit Isten védelmébe vesz, vagy akiről Isten lemond. És jövő időben van, tehát nem akkor, amikor Jézus ezeket 2000 évvel ezelőtt kijelentette. Nem akkor történik meg az esemény, hanem a jövőbe, futurumban van ez a kifejezés. És ami még megdöbbentőbb, hogy az ige alakja, szerkezete az passzívumban van. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy az egyén, az alany, akin ez a cselekmény elvégeztetik, az nem tud róla.
Értitek? Nem tud róla. Aktívumban akkor lenne, hogyha ez a személy tudna róla, hogy ő felvétetik. Őt Isten magához vesz, de nem tud róla. Miért? Mert mikor fog eldőlni, hogy ez megtörténik? Amikor Jézus eljön. Gyertek én atyámnak áldotta, és örököljétek az országot, amely számotokra készítettet a világ megalapítása óta. Tehát nagyon fontos az, hogy most ebben az időben, ami kegyelmi időnek neveztetik, legalábbis a Szentírás alapján, amiről nem tudjuk, hogy milyen hosszú. Azt tudjuk, hogy Noé napjaiban meddig is tartott a kegyelmi idő? 120 évig, ugye? Ki lehet számolni? Mindenki azt mondta valamikor, 1841. október 23-a után, hogy 120 év múlva Jézus elfogadott. Ó, azóta hányszor hangzott el emberek ajkáról újabb és újabb kósza hír, hogy ekkor meg ekkor fog jönni Jézus. Amiről azt mondja Jézus, hogy sem a napot, sem az órát, hanem az kinek a hatalmában van? Egyedül az Atya hatalmában van. Igen. Mert az Atya előtt most a vizsgálati ítéletben, Jézus jelenlétében mindenkinek oda kell állni Isten ítélőszék elé. Mert ott vagyunk a mennyekben, mert ott is van templom, ugye, annak a mintájára építetett meg a földi sátor is, de ott ítéltetünk meg, és Jézus ott jár közbe, értem és érted. És nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy Jézus közösséget vállal leveled, vagy kapcsolatot vállal leveled, vagy pedig lemond rólad és elhagy téged. Nagyon lényeges dolog tehát, ami a mennyben lejátszódó eseményként a földön élőkre is hatással van. Mert ott vagyunk Jézus vére által. A zsidókhoz írt levélben ezt írja, hogy útnyitóul bement az ő vére által érettünk a Kárpiton túlra, az Atyaisten színe elé. De ott vagyunk a mi imádságaink által, és ott vagyunk hit által is. Hit által. Ott vagyunk az Isten színe előtt. A nagy tragédia ebben a világban, amikor a hitetlenség minden megmozgat és megsemmisít ebben a világban. Hogy azok az emberek, akik hisznek Jézus golgotai áldozatában, megtartatnak. Akik tehát hisznek, és aki hisz, megtartatik, és üdvözül, mondja a Szentírásban is. De az imáink által és a Szentlélek által, aki közvetít bennünket, mert egyetlen közvetítő elem van a bűnös ember és Isten között, a Szentlélek Úristen, és természetesen Jézus Krisztus. Minden imádság ma, amit elrebegsz, vagy elmondasz, vagy talán a te gondolataidban tartod, ott van Isten színe. Még ki sem mondom a szót, mondja Dávid, és te már érted, tudsz róla. Ilyen közel vagyunk mi, ami megváltónkhoz, ami üdvözítőnkhöz. És erről a fontos dologról beszél Jézus, amire ne haragudjatok, de a tanítványok nem voltak vevők. Mikor Uram? Vagy hol Uram? Bocsánat. Hol, Uram? Ahol a dög, hogy a gyűlnek a kese. És közben még ott a mennyekben folyik a vizsgálati ítélet, és eldől örökre a te sorsod, az én sorsom, mindannyiunk sorsa, addig ott emberek fölött ott keringenek, kik? A dökkesejük. A dökkesejük már azt is látja, hogy még nem pusztult el az a szerencsétlen állat, de csak idő kérdése. Csak idő kérdése.
És abban a pillanatban lecsap rá. Na, Sátán nem véletlen, és még talán hozt tegyem hozzá befejezésül. Nagyon szeretem a magyar nyelvet, annak ellenére, hogy más nyelven is esetleg fordítok, vagy olvasok, de a magyar nyelv adja vissza a legfrappánsabban Sátánnak a neveit. Ugye nem csak azt jelenti, hogy Sátán ugye ez egy héber név, azt jelenti, hogy vádoló. Aztán Luxférus, az egy latin név, azt jelenti, te voltál a fény hordozója. Lux, az ma is a fénynek az egysége, ugye? Hordozni a feroszó. Fény hordozó volt. De a sötétségnek az eszközévé vált. De a legfrappánsabb kifejezés, amit a magyar nyelv használ, az az ördög. Tudjátok, hogy a zsidó teológiában nem ismerik ezt a szót, hogy fényhordozó vagy. Csak a sátánt, a vádolót ismerik. És az ördögöt ilyen manónak, a szellemvilágban élő manónak képzelik el. Manócska. Hát ez egy ilyen kis aranyos kis dolog. Játékszer. Úgy köszönöm szépen. De a lényeg az, hogy ez ördög. Mit jelent ez az összetett szó? Tudjátok, hogy Isten mivel bízta meg az embert? Mikor helyezte az édenkertjébe? Hogy őrizze és vigyázza. Tudjátok, hogy Sátán a Ezékiel prófita könyve 28. fejezete alapján mivel lett felhatalmazva? Hogy az egész világegyetemet, a teremtett világot őrizze és védelmezze. Hát azért ilyen. Összefogott az emberrel is, nem? Rávette az ember. De ő csak a dögöt őrzi. A dögöt. Ő az élőre nem tarthat számot. Mert az élő kié? Jézus Krisztus által az Istené. Jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek a földet, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Nagyon komolyan kell vennünk Isten igéjét, és nem véletlen, hogy a bérabeliek azért voltak nemesebb lelkiek, mert naponként tudakozták. És ma már az információ robbanás következtében Sátán mindent elkövet, hogy az embernek, neked és nekem ne legyen időd Isten igéjét a kezedbe venni, tanulmányozni és kutatni. Ó, hát vannak ettől fontosabb dolgok is. Miből fogok hónap megélni? Igaz? Vagy még, ha emlékszem rá, hogy bent voltam a kórházban, egyik betegtársamat kérdeztem, hogy Sanyikám, hát hogy töltötted az éjszakát? Hát nem a legjobban. Hát miért? Mind gondolom? Hát hogy lehet 100 forintból 200 forintot csinálni? Értitek? Ma mindent a pénz után. Minden. Gyere ide! Mert ugye ez is meg lehet, meg az is meg lehet. Utána meg az ember feldobja a bakkancsot, és semmivé válik minden. Egy megmarad. Egyetlen egy dolog. Amit Jézus értett. Azt mondja Jézus, aki meg akarja tartani, az ő életét elveszíti azt. De aki elveszíti, én értem, az evangéliumért. Jézus Krisztusért, mert nálam az evangélium nem csupán egy jó hír. Nem akarok erről mélyebben beszélni, hogy mit is jelent ez. Az evangélium az maga egy élő személy. Jézus Krisztus. Aki Jézus Krisztust befogadja, azt mondja az ige, ahhoz megyünk, az én atyámmal, és annál találkozunk. Adja mindenható Isten, hogy te felvétessél, és ne ott hagyatassál. Hogy te tulajdonképpen ebben a rendkívüli időben Isten közösségébe éljed napjaidat. Isten védelmébe érezd magad. Isten elfogadott gyermekévé.
És őrizzen meg attól, hogy úgy érezd magad, mint hátrahagyottad, mint elhagyottad, mint akiről már lemondtak, vagy mint akit már figyelmen kívül hagytak. Amen.